Jó napot! A feleségemet keresem, uram. Barna hajú és kb. 170 magas. Ha jól emlékszem, egy fehér Benetton inget viselt. Fehér mit? Benetton inget. Eng! Kész a kaja! Nem emlékszem, sokan megfordulnak itt. Az utóbbi fél órában jöhetett. Egy kamionsofőr is vele volt. Egy kamionos? Igen, baseball sapkát viselt, és nyerges kamionja volt. Sajnos nem ugrik be. Biztos? Ez az ember az asszony keresi. Barna hajú, fehér Benettoingben volt, egy baseball sapkás kamionsofőrrel jött. Látta itt valaki? Úgy néz ki, örökre lelépett cowboy. Talán hagyott üzenetet az egyik alkalmazottjánál. Az lehetetlen, ugyanis egyedül dolgozom itt. Akkor... Van egy másik be az étterem? Nem, uram. Az ki van zárva. Elnézést, ezek szerint alaposan félreértettük egymást. Közel van a másik falu? 10 kilométer. Megtenne valamit? Ha bejön a feleségem, a neve Amy, kérem, megmondaná neki, hogy semmi esetre sem menjen el innen, amíg vissza nem érek. Megteszi nekem? Jó, miért ne? Köszönöm. Mi a fenét akar tőlem? Azért integettem magának, hogy álljon meg, nem látta? De! És? Na, felejtsük el. Én a feleségemet keresem, nem látta? Itt? A feleségemet, hol van? Honnan tudjam, hol van a maga felesége? Én vagyok az a jeepes. Maga felvette a feleségemet és elvitte a benzint. Én nem, sajnálom. Várjunk csak, mi az, hogy sajnálja? Fél órája történt az egész, már elfelejtette? Nézze, szörnyen sajnálom, de most látom életemben először. Miért hazudik? Amy! Amy, ott vagy! Ura, kérem, nem egészen értem, mit akar. A feleségemet akarom, de azonnal! Mi a fenéért? Állj!
Kérem, segítsen, biztos úr! Mi a probléma? Még nem tudom. Ezzel az alakkal láttam egy utoljára. Értem, nyugodjon meg, és mondja el, hogy mi történt. Fogalmam sincs, hogy mi folyik itt. A feleségemet ez az alak elvitte a kamionjával. Jó napot. Most úgy tesz, mintha nem ismerne. Fogalmam sincs, miről beszél. Hazudsz, te aljas rohadék! És békezze magát. És most pontosan mondja el, hogy mi történt. Oké, oké. Rendben. Lerobbant a kocsink. Ő megállt, hogy segítsen nekünk. Elvitte a feleségemet, akinek azóta nyoma veszett. Aha. Van hozzáfűzni valója? Nem értem az egészet. Nyugodtan vezetek, ez a férfi pedig le akar szorítani, miközben a feleségét követeli rajtam, holott most látom először. Tehát nem vitte el a feleségét? Nem, uram. Hazudik! Megengedi, hogy ellenőrizzem a kamiont? Hát persze, nyugodtan. A nevem Barr, két errel, Red Barr. Az összes papírom érvényes. Győződjön nem meg vagyok róla. Rá kíváncsi, álljanak a vonal mögé, mint tudja én. Uram, kérem a forgalmit és a jogosítványt. Az enyémet? Uh-huh. Az a magáé? Igen. Aféle személyes valami. Meg akarja nézni? Azt hiszem, akkor végeztünk is. Maga elmehet. Várjon, hé, lassan a testtel, ennyi. Most csak úgy elengedi. Átvizsgáltam a kamiont. Dulakodásnak semmilyen nyoma nem látható, nincs egyetlen gyanús jel sem. Nézze, lehet, hogy egyszerűen összetévesztette ezt egy másik kamionnal. Menj a pokolba, te személy! Hé, csillapodjon, uram! Vagy letartóztassam? Előbb gondolkozzon. Több ezer ilyen kamion van. Nem nehéz összetéveszteni őket. Könnyen lehet, hogy nem is ezt látta. Hé! Hey, maradjon itt! Mr. Taylor! Jöjjön! Ő volt az. Uh-huh. Ez az a kamion. Aha. Értem, uram. Akkor biztos felírta a rendszámát is. Mit? Nem. És emlékszik arra a reklámfeliratra az ajtón? Ugyan, biztos úr, hiszen nem arra figyeltem én. Mondja, Mr. Taylor, nem lehet, hogy összebalhézott a feleségével? Ennek most mi köze ehhez az egészhez? Én nem akarom elkeseríteni, de könnyen lehet, hogy elhagyta magát. Hát ez nem lehet igaz. Nem hagyott el a feleségem. Hányszor láttam már ilyet? Két ember összezárva egy hosszú út során könnyen hajba kap. Szeretők, házasok, homokosok egyszerűen kiteszik a társukat az út szélére és elhajtanak. Biztos, hogy én nagyon szívesen segítek, de még ma Fresnóba kell érni. Na, jól van, menjen csak. Köszönöm, hogy segített. Ez őrültség. Nem engedheti el. Rögzítettem az adatait. Ha bármikor szükségem lesz rá, biztos megtalálom. Uram. Lekötelez. Ja, és szívből kívánom, hogy minél előbb megtalálja a nejét. Viszlát.